Pont elzörgette őket? Hát nem. Nem az légy, hogy jön megint. Ez folyamatos meló. Aha. Tehát, hogy mit csinálsz? Szedi a pálya közepéről a nyersanyagot. Lesz aztán később egy rész, ahol már oda teszem a sereget, az a seregnek az íjá stádián kívül pont megáll, visszafordul, ugyanígy viszi be a nyersanyagot. Aha. Semmi. Még ez se minden, majd meglátod, mikor odaállok elébe a fullsereggel. Még azt tudom, hogy ott áll a fullsereg, és ugyanígy beszalad. Mit? Hát igen, de itt mi a poén? A probléma az itt az, hogy ők most gyárt valamit, azt akkor visszásik neki a fa. Érted? Szóval én, hogy gyártok valamit folyamatosan, ahogy beér két parasztom, megveszem belőle a cuccot. Az érdekes viszont az, hogy ő neki csak fő kapja a paraszt a nyersanyagot. Érted, hogy mi a gond? Hát mert... Ugye? Mert ha megnézed én nálam a fát, bazd meg én nálam, és ott van 120 nálfa. Érted, hogy mi a probléma, hogy én? Az ott van. Hát de, látod, én nekünk ugyanaz van. Adj én egy köszönöm már, és én. De néha, most figyelj. Most figyelj. Hát de, látod, hogy mit csinál? Igen, néha. Megáll. Biztos, hogy... Pont az ágyú távon, meg minden távon kívül legyen, akkor szedi fel a fát, a semmi közepirű, ez volt az érdeke. Igen. Igen. De azt is látod, hogy hol rakja le a fát. Hát, így könnyű gyűjteni, nem? 10 paraszttal is. De semmi közepirű, betermelni a nyersanyagot a semmi közepén. Jó, mondjuk figyelj, szerintem itt eredetileg több, mint 10 paraszt volna. Hát csak ez itt, amik itt gyűjtik a fát, ez 8, ezt mutassa. De hát viszont jó, ezek mik? De most a sárga... De nézd már meg a sárga szemszögéből, vagy a sárga szemszögéből nézed a cuccot. Igen, most a sárga szemszögéből nézem. Hát de akkor látod, már nem stimul az semmi ki. Érted, hogy mi van? Jaja. Mert most nézd meg, hogy hány minál főépületig, vagy hol van az favágó. Érted, hogy miről van szó? Az itt van az épülete, eredetileg ennyi favágója van, ez a 9, látod? Igen. Hát de nem csak az az érdekes, hanem hogy na most ír 9 favágót, de eddig nem 9 favágó volt, érted, hogy mi a poén? Nem, az mindig változik, most is már csak 60, amik itt vannak. Hát azért mondom, hogy ez abszolút nem stimmel, hát nézd már meg, hogy hát hol van ez a 10 nem dolgozó parasztja neki? Azt is nézd már meg. Miért 10 nem dolgozó paraszt? Ott írja, hogy van 10 nem dolgozó paraszt. Az nem az. Ez a nem dolgozó paraszt, de itt nincs egy se. Azelőtt még volt kék, tehát 10 nem dolgozó paraszt. Nem, az ez. Ha az. Ez a beszállásolt tudós. A kasztins van rá. Hát ez a mecsetekben vannak. Jó, hogy ezek a mecsetekben dekkolók, oké? Persze, ezek a tudósok. Oké.
De akkor is oda keresztlázadás, ott van, az is, akkor is érdekes. Érted? Mert hogy ő nem tizen ennyihány paraszttal játszik. Érted, hogy miről van szó? Ja, hát erre tényleg azt mondja, hogy 32 parasztja van, ha úgy veszik, mivel hogy felezős a cucc. Jó, de várjál, 32 parasztja van, rendben van. Most a meccs végén, mikor oda mész a statisztikát megnézni, érted, hogy miről van? Ja. De amikor megnézed majd a meccs végén, akkor kijön az, hogy neki volt 70 parasztja. Nem 36 paraszt jön ki. Érted, hogy mi a poén? Egy easy... Hát meg Hardesten is ezt csinálja. Biztos, hogy ezt csinálja. Azért nem lehet most Hardesten már játszani se. Esélytelen, hogy úgy fejlődjön Hardesten, mint ahogy fejlődik. Csak ha semmi közepén termeli az anyagot, igen. Úgy lehetséges. Ha megnézed azt, hogy nyúl neki a populációja folyamatosan, de hol csinál ő valamit? Érted? Ja. Mondjuk a kaja termelésnek a mennyisége az reális, meg az arany termel a parasztokhoz igazából. Érted, hogy mi van? De most ha megszámolod, hogy ottan bányásza a követ, meg az aranyat. Hányan bányásznak aranyat? Ezt nem. Oké. Okay. Nyolcan bányásznak. Nem, kell nem, ketten. Be. Százat ugrott, bazd meg. Százat ugrott. Igen. Ja. Yeah. Oké. Okay. De nem csak ez az érdekessége, itt az érdekesség az még ott van, hogy most képzeld el, hogy egy hardestemi, akkor hogy csal. Most megérné betenni egy hardestemit, csak azért, de az a négy még mindig ott rohangászik. Most már öt. Ez már csak ilyen teszt. Jó, mondjuk az meg a patermelésen nem mutatkozik meg. Mert azt érje, hogy plusz nulla. Hát, de plusz nulla nem lehet per perc, hogyha dolgozik rajta valaki. Érted, hogy mi a gond? Ja. Jó, mondjuk nem is termelődik fa. Csak esetleg, amíg attól a egy... Na, már most az is elment. Azért az arany az kemény. Az és akkor ez azt jelenti, hogy 3 perc múlva vége a meccsnek. Igen, mert megindultam, jó van.
Én egyik felül, White meg a másikon. Nem baj, a lényeg, ezek még mindig szedik a fát. Nem idegeskednek, oké. De amúgy fa az nincsen neki. Ha nincs helyette. Na, messzebbre mentek fáért. Elment önnyi a seregi, mert elbír menni olyan messzire is, igen. Elkapott a láthatatlan fa. Ugye? Vagy lerakott rakomány. Nulla emberre is ötszáz. Látod? Jó, mondjuk erekéje az van. Hát jó, van. Hány erekéje van? Az 300, nem 5. Érted? Lehet van ott még neki. Valahol. Itt van. Nem. Tessék, itt is van még három. Na, akkor viszont abból megvan csak az aranytermelés. De viszont... Jó, viszont akkor termel kaját, meg mindent egyszerre. Na, lett fája, de jó neki. Wow, hogy termelődik a fa? Hát ez az, azt mondom. Nem. Ezek megunták. Ja, mindig pont el, csak éppen nem esett semminek vissza a mennyisége, ugye? Hát a nyűl is, igen. Na, 8 fát termel percenként. Na, de viszont most nem termel semmit se percenként, ha? Ez úgy egyenlő ennyi. Nem, itt az a probléma, hogy itt azt csinálnak, amit akarnak. Az akkor lenne érdekes, ha egy hardeszket betennék, tehát most egy hardesznél megnézni, hogy mit csinál. Most ha megnézed itt a végén, hogy mennyi a statisztika, akkor meglátod, hogy hány parasztja volt indi. Nagyon gyanítom, hogy nem ennyi parasztja volt neki. De nem bírod megnézni, ugye? Hát... Nem 44 parasztot mond. Na, 44 parasztja volt neki. A grafikonon, ha nézed, nem is bírod, ugye? Idővonal. Idővonal. Úgy. Csattam mennyire a... Ott is kb. Ott mutassa. 41, 44. Oké. Okay. Hát jó van, oké, okay, nem oké. Okay.